alapvetően a bivaj, a házi bivaj, az egy őshonos magyar állatfajta. Ezt meg kell tudnunk tartani, meg kell tudnunk őrizni. Annál is inkább, mert ez az állatfajta az, ami a szürke marha mellett jellemzően Kárpát-medencében egy ökotípussá vált. Ő alkalmazkodott legjobban a környezethez. A környezetre. Az a természetszerű területkezelés és a vízi bivajjal, szürke marhával és a jövőben még magyar tarkával is, tehát az őshonos magyar állatfajtával szeretnénk kezelni a területet és gazdálkodni. A területkezelés az ennek a nemzeti parknak egy alapköve, illetve az én személyemben is egy nagyon fontos feladat, mert az utóbbi években lehet a szám és a területkezelés nagysága is csökkent. De én ezt a többszörösére szeretném emelni, ugyanis a Kárpát-medencében akkor a legsokfélébb, legdiverzebb egy élőhely, hogyha ott megvan a legelő állat. Miért van így? A legelő állat tapos, a legelő állat legel, és trágyázza a földet, ezért ott meg diverzifikálja. Ahol kicsit tapos, ott más növények tudnak megjelenni, a gyomokat rágja, rágástűrő növények tudnak megmaradni, a bebokrosodott, befásodott területeket fel tudja nyitni, a trágyája rovarokat köt a területhez, tényleg nagybetűs gyeppé tudja alakítani a tájat egy hatalmas invazív gaxtengerből.